143 km per órás sebességgel hajtott 90 helyett, ez a fekete Toyotát vezető sofőr a hatos úton. A rendőrség felvételei szerint ez az autós ment a legnagyobb sebességgel június 1-én Tolna megyében, amikor a hatóság a gyorshajtókat ellenőrizte. A sofőrt mintegy 60 ezer forintra bírságolta a rendőrség. Az egyenruhások a megyében néhány óra alatt közel 200 felvételt készítettek azokról, akik a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. 50 olyan sofőr volt, aki jelentősen túllépte a sebességhatárokat. Voltak olyan gyorshajtók, akik 139-szel, 138-szal, illetve 133-mal is közlekedtek a 90 km per órás megengedett sebesség helyett. A rendőrök találkoztak olyan motorosokkal is, akik hosszabb kocsisort előztek a záróvonal átlépésével. Nekik is több ezer forintos helyszíni bírságot kellett fizetniük. A 6-os számú főúton, a 61-esen, 65-ös főúton voltak kollégáink. A legtöbb gyorshajtó a 6-os számú főúton volt, és ezen az úton voltak azok a személyek, akik a magasabb mértékű sebesség túllépést csinálták. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a 6-os számú főút Vonyháttól Paksig vezető szakasza volt a legfertőzöttebb ezen a napon. Az országos rendőrfőkapitány a közbiztonság érdekében az ország több pontján, így Tolna megyében is fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 31-éig. Így újabb ellenőrzésekre lehet számítani a nyár során.